óriási siker volt 4 évvel ezelőtt a MVL Magyar Villamosművek ZRT-vel közösen létrehozott Zenergia koncert, ahol 100 zongorával, Liszt Ferenc műveivel 10 000 ember megtöltötte a bazilikát, úgyhogy immáron hagyománnyá vált, hogy minden évben megrendezzük ezt a koncertet, és szeretnénk mindig valami különlegeset hozzátenni ahhoz, ami az általános igényeken felül felmerül. Párhuzamba állítottam a klasszikus zenei műfajt a könnyű zenei műfajjal. Liszt Ferenc második magyar rapszódiája után a Queen Bohemian Rhapsody fog felcsendülni, tehát egy Liszt rapszódia és egy Queen rapszódia. Mindenki ötletekkel jött, természetesen azért a kotta szerint játszunk, és olyan produkció lesz, úgy gondolom, hogy nagyon különleges hangzásban is, és mint a felállás is ugye egészen különleges. Talán még így nem is játszhatok ilyen műveket ilyen felállásban. Tudatosan vagy tudattalanul, de a zenész szakmában is vannak klikek. És nagyon fantasztikus az, hogy olyan zenészekkel játszatok együtt, akikkel abszolút nem jellemző, hogy egy színpadon álljunk. Nekem ebben az értelemben is óriási megtiszteltetés itt lenni és részének lenni ennek a nagyszabású projektnek. Nyilvánvalóan a próbákon mi nagyon kemény munkát fektetünk abba, hogy megszólaljanak majd a darabok, de az ottani energiák, a zenéből eredendő energiák, tehát magyarul az energiák fognak ránk olyan hatást gyakorolni, ami remélhetőleg kivált valami eufórikus dolgot. És végső soron ezt szeretnénk a közönségnek megmutatni, hogy akár egy Liszt darab, vagy egy Queen darab, vagy egy Edith Piaf nóta is ugyanolyan jó tud lenni. Teljesen mindegy, hogy klasszikus zenész játsz, a jazz zenész játsza, már befutott művész játsza, vagy még a karrieri elején álló művész játsza, mind-mind a zene oltárán tulajdonképpen szeretném megmutatni a közönségnek, hogy itt Magyarországon mindig is olyan tehetségek vannak, voltak és lesznek, akik érdemesek a figyelemre. Most már több év óta az mindig egy ilyen hangulatban telik, tehát nagyon sok inspirációt kapok Balázs János, én már Kossuth Díjas művésztől, aminek külön örülök, hogy az idén megkapta, szóval ez olyan nagyon ünnepi lesz, mert annyi minden történt vele is, és hát nagyon jól működünk zeneileg együtt. Azért itt bekúszik egy kicsit a populárisabb műfaj is, a könnyedebb, akár a jazz-t említem, vagy a pop-rock, tehát attól függéppen milyen előadó van. És ez mind-mind ahhoz segít, hogy az emberek megszokják azt, hogy azért, mert valami klasszikus zene, az nem elérhetetlen. Vannak az
értékes dolgok, és vannak a kevésbé értékes dolgok. Hát mi az értékes dolgokat szeretnénk a legmagasabbra pozícionálni, és ez az Energia koncert azt hiszem, hogy pontosan minden egyes igényt kielégít. Tehát itt ki lehet jönni akár egy sörrel a kézben, és meghallgatni, hogy a bazilika előtti fényfestés a zenével harmonizál. De természetesen, aki akar, smokingban is megérkezhet, és ülőhelyet vásárol. És tulajdonképpen a végén mindenki egyé válik. Tehát itt nincsenek társadalmi rétegek, itt nincs fiatal, idős, itt közönség van, és zeneszerető emberek.